Nehéz meccsnek ígérkezett a török Szent Miklós Székács elleni találkozó az NKC számára. Az újonc már több meglepetést is okozott az idei szezonban, de nem most. A Nyíregyháza maga biztosan és jól játszott, és már az első félidőben eldöntötte a meccset, így Varga Zsolt mindenkinek lehetőséget adhatott. A végén 37-28-ra győzött a Nyíregyháza. Egy viszonylag könnyű mérkőzés alakult ide a végére. Ha őszinte akarok lenni, mást vártunk. Tehát igazából a Székács egy meglepetés csapat ebben a bajnokságban. Nagyon jól szerepeltek az összes mérkőzésüket, viszonylag könnyen megnyertek, illetve akitől kikaptak a Ferencváros, az élcsapatok, azok mind szoros mérkőzések voltak. Vagy csak, hogy mire gondolok, a legutóbbi forduló, vagy az Ózdot verték meg Ózdon. Én azt gondolom, hogy végig kézben tartottuk a mérkőzést, és maga biztosan is azt gondolom, megérdemelten nyertünk. A TF után ismét egy fővárosi csapat ellen lépett pályára a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások pénteken nyertek, vasárnap viszont egy erősebb kerettel rendelkező együttes várt a mieinkre. Nem kezdődött jól a találkozó, az első szedben 10-3-ra is vezetett az UTE, majd Kőhalmi Rihárd időt kért, ami használt is, mert 5 pontra felzárkózott a Nyíregyháza, de a folytatásban ismét a lilák játszottak pontosabban és nyerték a játszmát. Csak úgy, mint a másodikat, melynek elején szintén beragadtak a vendégek. A harmadik szedben először vezetett a Nyíregyháza, és végül nagy csatában nyerte a játékrészt. A negyedik viszont ismét a liláké lett, így az Újpest 3-1-re győzött.